How do I tell my little boy? My little Mit boy was mondjak az three at the akkor time. három éves fiunknak, hogy apát nem látjuk többé? Hogyan mondom majd el az anyósomnak, hogy a gyermekem meghal? Abban a pillanatban a közös életünk összes álma és ígérete összetörve hevert a földön. Az Angliából származó pár egy misszionárius találkozón látták meg egymást először. Persze nem volt szerelem az első látásra. Párokban kellett emberekért imádkoznunk, és Matt volt, aki a végén maradt. Azt gondoltam magamban, na ne, ezzel a sráccal biztos nem fogok együtt imádkozni. Végül elkezdtük, és az emberek állapotában pozitív változások álltak be. Rájöttem, hogy nem lehet olyan rossz fej, mert Isten végül is használja őt. Nem sokára összeházasodtak, és Isten szólni kezdett a szívükhöz. Bár kislányként értem meg, ez volt az első alkalom, hogy Isten szelleme szólt hozzám. A terveim között az szerepelt, hogy jogi egyetemre megyek, az úr viszont azt mondta, hogy egy gyermekotthon vezetője leszek. Neki jobb tervei vannak, és néhány rövidebb missziós út után 2012-ben megnyitottuk a gyermekotthonunkat Kenyában. Így az lett, amit Isten mutatott számunkra. A King's otthon kenyai utca gyerekeknek biztosít szállást, élelmet, ahol Isten igéjére is tanítják őket. Amikor a pár 2014-ben adománygyűjtő körútra indult az Egyesült Államokba, Matt hirtelen megbetegedett. Nem tudták, mi baja. Egyszerű megfázásnak indult, hidegrázással és lázzal. Ezért adtam neki lázcsillapítót, amitől általában rendbe jött. Pár nap múlva azonban az állapota egyre rosszabbodott, úgyhogy elment az orvoshoz. A kórházban azonnal elkülönítőbe rakták 3 napra. A jelek arra utaltak, hogy halálos vírusfertőzése van. A környéken nem hallottunk az eboláról. Úgy tűnt, ezt kapta el. Az elkülönítőbe ráadásul be sem engedtek, mindenféle érintkezés tilos volt. A kezét sem foghattam meg. Semmi olyat nem tehettem, ami egy halálos beteg esetében normális lett volna. Egyedül egy idegen országban Becky egyre nehezebben viselte az orvosok előrejelzéseit. Az igazi kihívás az volt számomra, amikor az egyikük azt mondta, soha nem mehetek vissza Kenyába, mert van egy fiam, akinek csak az anyja maradt már. Erre azt mondtam, ezt nem tehetem meg. 100 másik gyerekem vár rám, aki anyának szólít, és akiknek Matt az apa. Végül rájöttek, milyen fertőzéssel állnak szemben. Kiderült, hogy nem ebola, hanem malária támadta meg. Pár nap, néhány gyógyszer, és jobban lesz, gondoltam. Egy csütörtöki nap volt, és másnap az orvosa azt mondta, hogy Matthew élete egy hajszálon függ, ugyanis a szervei elkezdték felmondani a szolgálatot. Alig hittem a fülemnek. A laboreredmények azt mutatták, hogy a vérében a fertőzés 50%-os. A képesítésem szerint nővér vagyok, és tudom, hogy innen gyakorlatilag nincs visszaút. Leültettek, és elmondták, hogy maximum 2-3 órája van hátra. Azon lesznek, hogy megkönnyítsék a hátralévő idejét. Adnak majd neki fájdalomcsillapítókat, de már minden csupán órák kérdése. Becky innentől csak az imádság erejében bízhatott. A Facebookon körbeküldött egy sürgős kérést, hogy aki csak tud, imádkozzon. Imádkozzatok Mattért, SOS. Letettem a telefont, próbáltam összeszedni magamat és imádkozni. Ezután kimentem a szobából, és szembe jött velem egy nővér, aki nagyon mosolygott. Gondoltam, fogalma sincs róla, hogy milyen hírt kaptam az előbb. Nem tudom, mi történt, mondta, de a férje vérében 50%-ról 10%-ra csökkent a kórokozó mennyisége. Emlékszem, azonnal bevillant, hogy Isten közbelépett. Éreztem, hogy az imáink meghallgattattak. Isten ma is gyógyít. Matt vérében hamarosan 10-ről 5%-ra, majd 0-ra csökkent a paraziták száma.
A csodás gyógyulás híre a kórházon kívül is nagy szenzáció volt. Szinte hihetetlen volt, ami történt. Jézus azt ígérte nekem, hogy soha nem feledkezik el rólam, és nem hagy el. Bár az orvosok sem akartak nagyon közel jönni, és a nővérek is távolságot tartottak, Jézus ott volt a beteg ágyam mellett. Felébredése után még egy meglepetés várt rá. Csak sírtam, mint egy kisgyerek. A telefonomon 2000 üzenet várt emberektől, akiket nem is ismertem. Idegenek írtak nekem, hogy a gyülekezetükkel együtt imádkoznak és böjtölnek a felépülésemért. Ez nagyon megérintett engem. Azt gondoltam, Isten hadseregénél nincs csodálatosabb az egész Földön. Egy pillanat alatt mozgósíthatóak olyanok is, akik nem is ismernek. Ez fantasztikus! Akik kételkednének az ima erejében, azoknak bemutatom a férjemet. Mert az orvosok feladták. Megtettek persze mindent, amit gyógyszerek segítségével meg lehetett tenni, a lehető legjobb tudásuk szerint. El kellett ismerniük azonban, hogy csoda történt, mert nincs más magyarázat a gyógyulásra. A házas pár ma egy szolgálat élén áll, amelynek egyenként mindenkit a neve, bizonyságukat pedig mindenkivel megosztják, amerre járnak. Az egyik intenzíves nővér be is fogadta Jézust a szívébe, mert látta, hogy amit az orvostudomány nem tudott megoldani, Isten megoldotta.